Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felkészültek az ellenőrzésre Szekszárdon, több ezer védőfelszerelést kaptak a szociális területen dolgozók az önkormányzattól. Kiszállítják az ételt az éttermek, nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rájuk. Többen fizetnek bankkártyával, visszaszorult a készpénz használat a koronavírus járvány idején. Arcvédő pajzsokat gyártanak az iskolák, 3D-s nyomtatással készülnek a védőeszközök. Felkészültek a szociális intézmények ellenőrzésére Szekszárdon, erről Ács Ezső, a város polgármestere beszélt szerdai sajtótájékoztatóján. A polgármester azt mondta, több ezer védőfelszerelést rendeltek a helyi ellátórendszer munkatársainak, emellett pedig már szervezik az idősek mellett a fogyatékkal élők ellátását is. Hetek óta kint a látogatási tilalomról szóló tájékoztató a szekszárdi Mérei utca idősek otthona bejáratán. Az országos tisztifőorvos március 8-án tiltotta meg, hogy látogatók lépjenek az idős otthonokba. Azóta a szekszárdi szociális központhoz tartozó mind a négy intézményben szigorú egészségügyi és higiénés szabályokat vezettek be. Például, hogy a bentlakók tartani tudják a másfél méteres távolságot, nem egyszerre ebédel mindenki, hanem két ütemben oldják meg, de a dolgozókra is különleges szabályok vannak. Minden egyes dolgozó a műszak megkezdésekor írásban kell nyilatkozzon az egészségi állapotáról, tehát gondolok itt a láz felső légúti tünetekre, illetve náluk is elvégezzük a hőmérőzést, ugyanúgy, ahogy az időseinket is folyamatosan monitorozzuk, napi kétszeri hőmérőzést végzünk náluk, illetve fokozottan figyeljük a felső légúti tünetek esetleges megjelenését. Az otthonokban lakó 155 idős most Skype-on vagy Messengeren keresztül tud kapcsolatot tartani a rokonaival, az orvosok pedig folyamatosan heti rendszerességgel vizitelnek az intézményekben, és ügyeleti rendszerben a nap 24 órájában elérhetőek is. Telefonon bármikor elérhetőek, bármikor tudunk segítséget kérni, de szükség esetén azonnal bejön az intézménybe és segít, illetve ellátja, adott esetben diagnosztizálja az idős embernek az esetleges tünetei alapján a megbetegedését. A hazai idős otthonok ellenőrzését az országos tisztifőorvos néhány napja rendelte el, azután, hogy egy pesti intézményben több lakó elhunyt koronavírus fertőzés miatt, és az ország több hasonló otthonában megjelent a vírus. Ács Rezső Szekszárd polgármester azt mondja, a város felkészült a koronavírusra, így az ellenőrzésekre is. A helyi önkormányzat csak a szociális ellátórendszerben dolgozóknak több ezer védőfelszerelést szerzett be. Közel 4000 kesztyűt sikerült kiosztani a rendszeren belül, közel 1000 maszkot, különböző maszkokat tudtunk kiosztani, közel 20 liter fertőtlenítőszert használtunk el, és gyakorlatilag nagyon szigorú vetítési rendszer van még a dolgozók között is, hiszen mindenkinek megmérik a hőjét, mindenkinek le kell magát fertőtlenítenie. A városban emellett hetek óta működik az idősek ellátását célzó rendszer, aminek részeként naponta több mint 260 adag ebédet szállítanak ki. A fogyatékkal élők ellátásának előkészítése pedig már több mint egy hete folyamatban van. Az önkormányzat olyan emberek jelentkezését várja, akiknek a családjában vagy az ismerősei között van önmagát ellátni képtelen személy. Erre azért van szükség, hogyha az ápoló hozzátartozó lebetegedik, az önkormányzat el tudja látni a fogyatékkal élő személyeket. Jelenleg 11 főnél tartunk. A lényeg az, hogy mindenki biztatok arra, hogy az elérhetőségeket adja meg a város számára, hiszen ha bármi, bárkivel történik a családon belül, ma még ez nem gond, mert a családok el tudják látni ezeket a gondozásra szorulókat, de hogyha bármi történne a családban, akkor az önkormányzatnak kötelessége lesz majd belépni és segítséget nyújtani. Azok, akik fogyatékkal élőkről tudnak Szekszárdon, a fogyatékkal élők @szekszard.hu e-mail címen jelentkezhetnek. Egyre több étterem áll át az ételkiszállításra, a kiszállításnak viszont nagyon szigorúak a feltételei, amik ráadásul a koronavírus miatt még tovább szigorodtak. A szabályok kiterjednek a munkavállalók egészségügyi állapotának rendszeres kikérdezésétől kezdve a csomagolás módjára és a szállítójármű állapotára is. Csomagolják a menüket az egyik közétkeztetéssel foglalkozó szekszárdi cég munkatársai. Itt naponta nagyjából 350 adag ételt szállítanak ki, azóta, hogy az éttermi részük a koronavírus miatt bezárt. Az ételkiszállításra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, most a koronavírus járvány idején pedig még a korábbinál is nagyobb odafigyeléssel dolgoznak ennél a cégnél. Így például a munkavállalók minden nap írásban nyilatkoznak az egészségügyi állapotukról.
hét minden napján azért szondáztatjuk őket, tehát ugye kérdőívek vannak, egyebek, amikkel egyáltalán a veszélyeztetettséget esetleg ki lehet mutatni. A szabályok arra is kiterjednek, hogy milyen módon lehet a készfőtételt kiszállítani. Az egyik lehetséges módszer az úgynevezett sokkolás. Ennek során az ételt nagyon rövid, néhány perces időn belül 3 Celsius fokra hűtik. A másik módszer szerint a készételt azonnal lezárt dobozokba adagolják, és olyan gyorsan kiszállítják, hogy a maghőmérséklete ne tudjon 70 Celsius fok alá hűlni. Itt így oldják meg a kiszállítást. Mi melegen szállítjuk az ételt, tehát reggel készítjük el, és rögtön frissibe kerül be a edényzetbe, és úgy történik a kiszállítása. Nyilván erre is érdemes rámelegíteni. A kiszállítás szabályai között az is szerepel, hogy csak olyan járművel lehet ételt vinni, amit semmi más célra nem használnak. A jármű rakterének láthatóan tisztának kell lennie. Ennél a cégnél ezért a kocsikat naponta fertőtlenítik belülről. Határozottan azt mondom, hogy 80 fok az már teljesen jó. A megfőtt állapotába. Ez az a hőmérséklet, mondja Hámori Róbert, tolnai étterem tulajdonos, amin egy melegen tartó dobozban biztonságosan lehet kiszállítani, anélkül, hogy minőségi probléma lenne az étellel. Az ételkiszállítás szabályaival és ellenőrzésével kapcsolatban kerestük a Tolna megyei kormányhivatalt is. Válaszukban a Nemzeti Népegészségügyi Központ erre vonatkozó tájékoztató szövegét küldték el. Ebben kiemelik, hogy a szállító jármű rakterének fertőtlenítőszeres tisztítását rendszeresen el kell végezni. A rakodást és a szállítást végző dolgozókat el kell látni megfelelő védőfelszereléssel, szájmaszkal és kesztyűvel. Az ételek kiszállításában pedig csak olyan személy vehet részt, aki egészséges, valamint a vele egyháztartásban élősen mutat fertőzésre gyanús tüneteket. A futároknak minimum 60% alkoholtartalmú készfertőtlenítőszert kell biztosítani, ezt pedig ők kötelesek rendszeresen használni. A készpénz felületén akár 9 napig is életben maradhat a koronavírus. Aki csak teheti, a bankkártyás vagy a mobiltelefonos fizetést válassza a készpénz helyett. Hívják fel a vásárlók figyelmét az orvosok és járványügyi szakértők. A szekszárdi boltosok azt tapasztalják, hogy a tanácsot sokan meg is fogadják, egyre nő ugyanis a bankkártyával fizetők aránya. Bankkártyával fizetnek ebben a szekszárdi élelmiszerüzletben. A készpénz felületén akár több napig is életben maradhat a koronavírus, és a fertőzött bankjegyek érintése után, ha valaki a szájához, személyhez nyúl, megfertőződhet a vírussal, hívta fel a figyelmet még március elején az Egészségügyi Világszervezet. Ezért arra kértek mindenkit, hogy aki csak teheti, fizessen bankkártyával. Meg is nőtt a bankkártyával fizetők száma, ezt tapasztalják ebben a szekszárdi üzletben. Ez pedig annak is köszönhető, hogy megemelték 5000-ről 15000 forintra azt a limitet, ami alatt érintéssel, azaz PIN-kód megadása nélkül lehet fizetni a boltokban bankkártyával. Többen vásárolnak bankkártyával, többség gyakorlatilag, de azért előfordul még, aki a készpénzzel fizet. Bankkártyával fizetnek ebben a szekszárdi bababoltban is. A tulajdonos azt mondja, amióta a koronavírus jelen van, azóta jóval nagyobb számban fizetnek a vásárlók bankkártyával, de az online vásárlást is sokan választják. Sok vásárlónk választja a webshopunkat, az online rendelést, ahol teljes biztonsággal, pár nappal szállítási határidővel ki tudunk szállítani minden terméket, amit az ügyfeleink kérnek. Akik személyes átvételt választanak, náluk észrevette az, hogy határozottan jönnek, célirányosan vásárolnak, és mindenki előnyben részesíti a bankkártyás fizetést. Az Egészségügyi Világszervezet szerint kevesebb mint 5 perctől akár 9 napig is életben maradhat a vírus olyan felületeken, melyeket nem fertőtlenítettek. Ilyen például a pénz is. Klóros vagy alkoholos tisztítószereket alkalmazva azonban akár 1 perc alatt teljesen fertőtleníthetők a felületek. 3D-s nyomtató segítségével terveztek arcvédő pajzsokat a Szekszárdi Szakképzési Centrum műszaki tanárai. A centrum 5 iskolájának közreműködésével eddig 100-nál is több pajzsot gyártottak le a 3D-s nyomtatási technológia és a lézervágó berendezések segítségével. A védőeszközöket főként az egészségügyben dolgozóknak ajánlják fel. Fertőtlenítik az egyik dombóvári buszmegállót. A munkát a helyi Viharmadár Egyesület tagjai önkéntesen végzik. A fertőtlenítőt és a védőfelszerelésüket pedig az önkormányzat biztosítja. Az önkénteseknek a Szekszárdi Szakképzési Centrum pedig 3D-s nyomtatással készült arcpajzsokat ajánlott fel. És az elmúlt
két hétben sajnos problémát okozott a buszvárok fertőtlenítése kapcsán az egyéni védőfelszerelés. Ebben az az új termék, amivel a héten állt elő a megyei szakkezelési centrum, ez a pajzs, ez nagy mértékben megkönnyíti a feladatunkat, hiszen azt gondolom, hogy a védőrán túlmenően most már megfelelő eszközt tudunk adni azoknak az embereknek is, akik önkéntes munkában a buszmegállók fertőtlenítését hétről hétre szombat éjszakán elvégzik. 3 géppel egyszerre összesen 4 darab arcmaszk fejpánt készül a Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási Vályi Péter szakképzőiskolájában. Az intézmény az oktatási eszközei felhasználásával segíti a koronavírus elleni védekezést. Korszerű 3D-s nyomtatási technológiával és lézervágó berendezések segítségével plexiből készítik az arcvédő pajzsokat a centrum összesen 5 iskolájában. A Szekszárdi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhelyében eddig 100-nál is több pajzsot gyártottak le, és becsléseik szerint 400 darab legyártásához szükséges anyaguk van. Ennek az arcvédő pajzsnak ugye óriási jelentősége van jelen pillanatban. Elsődlegesen az egészségügy felé szeretnénk mindezt felajánlani. Itt a megyei kórházakban, elsődlegesen a Szekszárdi Balassa János kórház részére. Velük erről már elindultak az egyeztetések, ők folyamatosan figyelemmel kísérik a technológiát. Egyeztetjük a prototípusokat, hogy milyen módon készüljünk, hogyan haladjunk vele, hogy az az egészségügy számára maximálisan megfelelő legyen. Ebben a projektben elsősorban az iskolák műszaki tanárai, a digitális alkotóműhelyek oktatói és informatika tanárok vesznek részt. Egy pajzs nyomtatása és összeállítása több, akár 2,5 órás folyamat is lehet. Az elkészült arcvédő pajzsokat elsősorban egészségügyi intézményekhez juttatják el. Parkolókkal bővült Tolna egyik legforgalmasabb útszakasza, a városon áthaladó út így sokkal biztonságosabb lett. A 35 új parkoló kialakításához szükséges területet a város biztosította. Már tavaly ősszel tárgyalások kezdődtek arról, hogy ennél a forgalmas bevásárlóhelynél Tolnán meg kéne oldani a parkolás problémáját. A kivitelező a terület bérbeadását kérte a várostól, minden mást saját kivitelezésben és tervezésben készítettek el. Én azt gondolom, hogy az a rengeteg autó, ami most is itt van, és az a kulturált körülmény, ami és a biztonságos feltételekhez szükséges dolgokat is megcsinálták, tehát nem csak esztétikus és sok autó fér el, hanem egy vizes árkot építettek az út és a kerékpárút közé, így gyakorlatilag nem tud mindenki ott átmenni az úttesten, ahol kiszáll az autójából, tehát egy bizonyos helyen lehet az úttesten átmenni. Bár az eredeti elképzelések között szerepelt egy gyalogátkelő telepítése is, erre egyenlőre nem kerül sor. A kialakítás, a gyalogos forgalom terelése azonban csökkenti a baleset kockázatát. A kivitelező a lehetőségekhez képest rövid idő alatt hozta tető alá a beruházást. Nagyon nagy hiányok vannak építőanyagból, és nagyon nehezen lehet beszerezni, ettől féltünk is egy kicsit, de úgy gondolom, hogy minden sikerült. Az elkészült parkoló 35 autó befogadására alkalmas. Idén már 3000 szabadtéri tűzesethez riasztották országszerte a lánglovagokat, és Tolna megyében is közel 80 szabadtéri tűz történt. Ezeknek a tüzeknek a 99%-a emberi gondatlanságra vezethető vissza, de a csapadékszegény időjárás is kedvez a tüzek kialakulásának. Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője felhívta a figyelmet az április 10-e óta érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra. Ez azt jelenti, hogy az ország teljes területén tilos tüzet gyújtani erdőkben, sőt még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Április 10-e óta az ország teljes területén tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is belterületen. A kerti zöld hulladékot is csak ott szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat kifejezetten az erről szóló rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad ezt megtenni. Ám hiába a tilalom, rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztják a lánglovagokat. Országszerte már 3000, Tolna megyében 79 szabadtéri tűz történt az idén. A hosszú hétvégén is több ilyen esetet kellett megoldaniuk a tűzoltóknak. Az egyik ilyen eset egy dombóvári családi ház udvarán történt, ahol a felhalmozott növényi hulladék kapott lángra mintegy 5 négyzetméteren. Míg Szekszárdon körülbelül 10 köbméternyi használt akácoszlop és szőlőtuskó égett mintegy 40 négyzetméteren. A megye székely lánglovagjai a keletkezésre
keletkezett tüzet 3 vízsugárral oltották el. De Tolna megye számos pontján égett a nádas, vagy éppen az avar az elmúlt napokban. A paksi tűzoltókat például a 200 négyzetméteren lángoló aljnövényzethez, valamint fasorhoz riasztották a minap. A csapadék szegény időjárás kedvez a tüzek kialakulásának, de az emberi gondotlanság is sokszor okoz gondot, pedig jó tudni, hogy jelentős bírság járhat a szabályok megsértéséért. Hívta fel a figyelmet Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Fontos tudni, hogy a tarlók, nádasok leégetése milliós nagyságrendű pénzbüntetést vonhat maga után. Az, aki a szabályokat nem tartja be, az okozott kár megtérítésén felül tűzvédelmi bírsággal is sújtható. Ha egy szabálytalan égetés miatt keletkezett tüzet a tűzoltóknak kell eloltaniuk, a bírság mértéke 10 000 forinttól egészen 3 millió forintig terjedhet. A hosszú hétvégén és az azt követő napon egyéb tűzesetek is történtek Tolna megyében. Kedd délelőtt egy 3-szintes családi házban ütött ki a tűz Kapos szekcsőn. Mintegy 10 négyzetméteren lángolt a vegyes tüzelésű kazán mellett felhalmozott papírhulladék, műanyag és használaton kívüli bútor a ház szuterényében. A tűzesethez a dombóvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik rövid időn belül eloltották a tüzet, sőt még egy kutyát is kimentettek a legfelső füstelteli szobából, még az érintett alaksorból 6 gázpalackot vittek ki a lánglovagok. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Rendkívüli intézkedések, lezárt parkolók és strandok várták a turistákat. A Balatonnál szakítottak a hagyománnyal, tojásfa helyett óriási fatojás 2 helyen. Házhoz szállítás a talpon maradásért, éttermek és futárszolgálatok a járvány idején. A hosszú hétvégére Balatonfenyvesen is több intézkedést vezetett be a polgármester. Többek között lezárták a strandot és a kikötő keleti szárnyát, emellett a szabályok betartására is figyelmeztették a nyaraló tulajdonosokat és a helyieket. Egyedül a madarak énekétől volt most hangos a balatonfenyvesi partszakasz. Az önkormányzat mind a 3 strandját lezárta a hosszú hétvégére az ide látogatók elől. Lezártuk azokat a neuralgikusan jelentkező olyan helyszíneket, ahol nagy tömegbe vagy csoportosulva szoktak a hozzánk látogatók, illetve üdülő tulajdonosaink, de mi magunk is a szabadidőnket tölteni, horgászni és ilyen szabadidős tevékenységeket folytatni, vagy akár csak sétálni és beszélgetni. Ez most sajnos elmarad. Az emberek fegyelmezetten vették tudomásul a bevezetett szigorításokat. Ez a nagykanizsai házaspár már 4 hete leköltözött tóparti nyaralójába. Mint mondják, a szigorítások óta még annyi embert sem látnak a parton, mint azelőtt. De egyébként sem jellemző, hogy nagy számban érkeztek volna üdülő tulajdonosok a környékre. Ebben az utcában tudomásom szerint maximum ilyen 4-5 hete, körülbelül 4-5-en vagyunk, ez a szám nem változott. Talán inkább csökkent egy fővel, aki hazament a lakhelyére. Egyáltalán a tegnapi napon is azt tapasztaltuk, hogy semmilyen mozgás nem volt. Úgyhogy szerintem, ha ez így marad, és ennek az a következménye, hogy gyorsan túl leszünk ezen az egész bonyodalmon, akkor nagyon gyorsan túl kell, hogy legyünk, mert Balatonfenyvesen ilyen szempontból teljesen rend van. A tóparti települések vezetői azt mondják, ezen az ünnepen most mindenki megmutathatja, hogy ki mennyire felelős a másik emberért. Szerintük ez lehet az idei húsvét egyik üzenete. Hatalmas fatojással köszöntötték a húsvétot 2 helyen. A településen 2015 óta több 1000 tojással díszítik a központban felállított fát. A koronavírus járvány miatt azonban ezt a hagyományt idén megszakították. Helyette a polgármester egy fából faragott óriás tojással lepte meg a helyieket. Ugye itt szokott állni egy nagy tojásfa. Az idei évben úgy számítottunk, hogy körülbelül 10 000 darab tojás került volna fel egyébként a fára. Ez sajnos nem lehet itt. Az óriási hímes tojások itt lettek volna, az óriás nyuszit egy kicsit felújítottuk volna, egy kicsit díszítettük volna az idei évre pluszba, sajnos az sem lehet itt. Előkészültünk mi a húsvéti ünnepre, mert ugye az előző évben már egy ajándéktárgyárusítást is végeztünk itt a település központjába, aminek a bevételéből 2 helyi rászoruló gyerekek jutottak el a tavalyi évben egy közös kis kirándulásra olyan családok gyerekei, akik egyébként nem tudtak volna elmenni.
Próbálnak talpon maradni a pécsi éttermek a járvány idején is. A korlátozások miatt csak a házhoz szállítás maradt meg nekik pénzbevételi forrásként. Ebből igyekeznek megtartani dolgozóikat. Az ételszállító cégek azonban úgy tűnik nyernek a jelenlegi helyzeten, jutalékot kapnak az éttermek forgalma után. Ráadásul most könnyebben vállalhatnak ilyen munkát, a kereset nélkül maradtak. Cél, hogy mindenkihez eljusson a megrendelt étel, és senkinek ne kelljen ezért az utcára mennie. Csomagolják az ételt az egyik pécsi étterem konyháján szerda délben. A tulajdonosnak több üzlete van, 50 munkatársat alkalmaz. Azt mondja, már a járványhelyzet legelején átálltok a házhoz szállításra, hogy túléljék ezt az időszakot. A pincér kollégák szállítanak házhoz, és nem kellett be semmilyen külsős. Tehát, hogy még egy külső céget kéne bevonunk, akkor ő még elvisz belőle. Ugye a házhoz szállításnál 27% csak az áfa, aztán nálunk a csomagolói, ugye környezetkímélő, lebomló csomagolóanyagot használunk, ez megint csak 180 forint, és akkor még a házhozszállítás. Tehát akkor kikeszámolni igazából itt is csak az a lényeg nálunk most egyelőre, hogy a bért tudjunk adni a kollégáknak, és a beszállítókat kifizessük. A többivel majd a válság után foglalkoznak, mondja a tulajdonos. A korábbi teljes bevételüknek csak 4%-át hozza a házhozszállítás, de meg akarják tartani az embereiket, ezért vállalták, mondja Teleki Zoltán. Ez már egy másik pécsi étterem. Itt nem saját dolgozókkal oldják meg a házhoz szállítást. A saját futár az egy eléggé bonyolult megoldás. Logisztikailag össze kéne szervezni, illetve azt tesszük észre, ugye, hogy nálunk a rendelések inkább ebédidőben és vacsoraidőben koncentrálódnak, és az egy-két órán belül koncentrálódik a rendeléseknek a 90%-a. Tehát ehhez igazándiból egy-két futár nem is elegendő, hiszen egyszerre 11 és 1 óra között bejön 30-40 cím, akkor azt egy-két futár nem tudja ellátni. Ezért szerződtek kiszállító cégekkel. A korlátozások bevezetése után csak a kiszállítás maradt az éttermeknek. Ez most arra elég, hogy 6 alkalmazottjának tudjon bért fizetni a tulajdonos. A kiszállító cégek 30%-os részesedést kapnak a forgalom után, így nem a legolcsóbb megoldás az éttermeknek. Egyébként a járvány miatt könnyebben lehet valaki ételfutár. Az jelentkezhet sikerrel, aki az elmúlt egy évben tüdőszűrő vizsgálaton vett részt és negatív eredmény produkált. Nekik most a járvány idején a foglalkozás egészségügyi alapszolgálat orvosa ezt elfogadja, az alkalmas a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig bejegyzéssel adhat engedélyt az ételkiszállításra. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Felkészültek az ellenőrzésre Szekszárdon, több ezer védőfelszerelést kaptak a szociális területen dolgozók az önkormányzattól. Kiszállítják az ételt az éttermek, nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rájuk. Többen fizetnek bankkártyával, visszaszorult a készpénz használat a koronavírus járvány idején. Arcvédő pajzsokat gyártanak az iskolák, 3D-s nyomtatással készülnek a védőeszközök. Csütörtökön a hideg hajnali időszakot követően gyorsan melegszik a levegő, a délutáni órákra visszatér a plusz 20 fok körüli, néhol pár fokkal a feletti hőmérséklet. Alapvetően napos, délután fátyolfelhős, szűrt napsütéses idő lesz. Csapadék nem hullik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!